A Kereskedelmi és Iparkamara közel 31 ezer gazdálkodó szervezetet tart nyilván, melyeket folyamatosan tájékoztatnak, többek között az éppen aktuális és elérhető pályázati lehetőségekről is. A mai információs napon a munkahelyi képzésekre hívták fel a figyelmet, valamint arra, hogy a digitalizáció és az infokommunikációs eszközök használata is egyre fontosabb a vállalkozások életében. Nagyon fontos az, hogy a gazdálkodó szervezetek vezetői és munkatársai képezzék magukat, folyamatosan haladjanak a korral, elsajátítsanak olyan ismereteket, amivel a versenyképességük, a hatékonyságuk növekszik. Az elmúlt időszakban már két nappal ezelőtt tartottunk egy előadást az infokommunikációs eszközök használatának a jelentőségéről. Ez a képzés egy kicsit ehhez is kapcsolódik, hiszen hiába van megfelelő eszközöm, ha nem rendelkezek olyan tudással, amivel ezeket az eszközöket tudom használni, tudom alkalmazni a mindennapi életben. A folyamatos képzés azonban nem csak a vállalkozók, valamint a munkavállalók számára fontos. Egyre kiemeltebb jelentősége van a saját munkaerő képzésének és kinevelésének, mely a duális képzéssel már a felső oktatásban megkezdődhet. A Nyíregyházi Egyetem több szakterületen, jelenleg gazdálkodási és menedzsment, műszaki képzési terület, informatika és agrárterületeken vesz részt a duális képzésben. 2015-ben indítottuk első képzéseinket duális formában, jelenleg közel 40 hallgató vesz részt a duális képzésekben. Eddigi tapasztalataink alapján mondhatjuk azt, hogy egy nagyon hasznos és számos előnnyel járó képzési formáról beszélhetünk, mivel a hallgatók tanulmányaik mellett párhuzamosan szereznek szakmai gyakorlatot, és úgy tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni, hogy már legalább 3-3 és fél éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Az egyetem folyamatosan bővíti a duális képzésben résztvevő partnerei számát. Kiemelt céljuk, hogy minél több szakmában és minél több céggel építsenek ki kapcsolatot.